Jaj, de Ruth, biztosan maga a vaszorú bába. Egymásnak olvastak fel mesét a kisiskolások a villamoson a Schmidt Múzeum kertjében. Óránként váltották egymást a csoportok. Bővül a szokincsünk is, meg jó itt lenni, meg izgalmas a mese, meg fejlődünk is vele, meg olyan jó mulatság, meg izgalmas. Nem mindennapi élmény, hogy egy ilyen régi villamosban olvashatunk, szóval én így különleges érzem magamat. A pedagógusok szerint segít megszerettetni a könyveket egy-egy ilyen különleges élmény. A mai világban, amikor ugye állandóan a tévé előtt ülnek, vagy az internettel foglalkoznak, nagyon jó, hogy könyvet is olvasnak, és egyéb programokon is részt tudunk venni, de ez különösen, hogy a könyvnap van, ezáltal ugye meglátogatjuk a könyvesboltot, itt olvasnak, már a villamos is tetszett nekik. Kijelölt olvasópont volt az egyetemi könyvtár is. Csider Sándor és Devecseri László költők tartottak interaktív foglalkozásokat. Versekkel mozgatták meg a kicsiket. Hol sugárnak színezüstjét? Hol sugárnak színezüstjét? Óvodás és kisiskolás csoportok vettek részt a játékos programokon. Úgy gondoljuk, hogy az élethosszig tartó tanulás folyamatában az olvasás mindig meghatározóvá válik. Akár hagyományos úton, akár elektronikusan, akár digitális dokumentumokat olvasva. Jövőre lesz az 5. felolvasó. A szervezők már most készülnek, és nagyszabású kültéri olvasóprogramokat terveznek a jubileumi könyv ünnepre.